Ha a NATO és minden európai ország nem von meg azonnal és tartósan minden támogatást az ukrán terrorista pucskormánytól, illetve a mögötte álló amerikai háborús uszítóktól, akkor az ezt követő aktuális képek rövidesen a saját sorsunká válhatnak. Miért is áll egy harmadik világháború a küszöpön? Először, mert a kívülről és pénzáltal irányított amerikai kormány így akarja. Másodszor, mert az USA a csőd szélén áll, gazdaságilag padlón van és a legeladósodottabb ország a világon. Harmadszor, mert az új BRICS bankrendszer a Wall Street és Pentagon kapitalizmusának a végét jelenti. Negyedszer, mert az amerikai kormány az államcsődjeit mindig is háborúk segítségével oldotta meg. Ötödször, mert a Wall Street rabszolgák a Fehérházban és a Pentagonban egyedüli virág uraromra törekszenek. Hatodszor, mert a világközösség nagy része hagyta magát becsapni Amerikától az úgynevezett arab tavaszról szóló hazugságaival. Nem vettük észre, hogy itt demokratikusnak álcázott, terrorista támadó és nem védekező háborúkról volt szó. Hetedszer, mert a fősodratú média Amerika ténykedéseinek támogatójaként az egész világon terjeszti és tisztára mossa annak háborús hazugságait, és ezzel az összes népet szándékosan háborús készültségbe helyezi. Nyolcadszor, mert a média ezzel annyira elbudította a népeket, hogy azt se veszik észre, mi zajlik most is Ukrajnában. Az alábbi nyomós okok miatt kell megvonni az új ukrán kormánytól minden támogatást. Először, mert ez a kormány a leggonoszabb bűnözők puccsa által jött létre. Másodszor, mert bebizonyosodott, hogy ezeket a bűnözöket amerikai háborús uszítók bérelték fel, illetve képezték ki, mindemellett ők látták el őket katonai felszereléssel és terrorista feladatokkal. Harmadszor, mert nem csak az új pucskormány áll amerikai zsoldosokból, hanem az állandóan emlegetett úgynevezett nácik is, akinek éles szeme van és lát is velük. Aki rendelkezik józan emberi ésszel és használja is azt, annak fel kell ismernie, hogy ezek az úgynevezett nácik mindig mindenhol felbukkannak, és mindig ugyanazt a szerepet töltik be. Nyugtalanságot és zavart keltenek, zavarják az őszinte békés tüntetéseket és rendezvényeket. Egész országokat destabilizálnak polgárháborúk szításával. De ezek az általában feketébe öltözött úgynevezett nácik a világon sehol se szolgálják valójában a nemzet érdekeit. Nem képviselik se a saját nemzetüket, se az igazságot, és még kevésbé az erkölcsöt, vagy valamilyen etikát, vagy jó szokást. Valójában az egész világon semmi másról sincs szó, mint felbérelt és kiküldött bérterroristákról, akik rémként és nácipörőként egy és ugyanazt a célt szolgálják. Az úgynevezett új világrenddel rivalizáló mozgalmakat felforgatni, zavart kelteni és a népeket felkészíteni. Mire felkészíteni? Arra, hogy hagyják magukat a média által vezetni. Hová vezetni? Válasz, oda, ahová a média urai csak akarják. Mik a céljaik az ukrajnai majdan terroristák az úgynevezett ukrajnai nácik felbérlőinek? Az új ukrán pucskormányt fizető amerikai urak egyúttal az úgynevezett ukrán náci mozgalom finanszírozói is. Mindkettő ugyanahoz a terrorista csoportosuláshoz tartozik. Mind Ukrajna új terrorista bárkormányának, mind a náci bérterroristáknak egy közös feladatuk van. Az ukrán népet teljes mértékben destabilizálni, valamint a NATO-val szövetkezve felkészíteni egész Ukrajnát egy Oroszország elleni háborúra. Igen, pontosan erről van szó, egy Oroszország elleni háborúról. Hogyan készít elő ez a szerencsétlen koalíció egy Oroszország elleni háborút? Azáltal, hogy minden valódi ukrán nemzeti érdeket képviselő erőt eleve kriminalizál és terroristának állít be. Azáltal, hogy eredetileg dicséretes és tisztességes népi érdekeket veszélyes szeparatista érdekekké kiáltanak ki. Azáltal, hogy kegyetlen merényleteket hajtanak végre az ukrán nép ellen, és ezeket az előzőleg szeparatistaként befeketített polgárokra, illetve nácikra kenik. Miért a nácikra? Nem a saját puskájuknak a csövét fűrészelnék elé ezzel. Nem, mert a nyilvánosságnak éppen ezeken az úgynevezett nácikon keresztül adják be, hogy olyan aktivistákról van szó, akik valódi nemzeti érdekeket képviselnek. És pont így módon alakul ki az a szemlélet, hogy minden olyan mozgalom,
amelyik tényleg nemzeti érdekeket képvisel, az rossz mozgalom, tehát náci. Maguk a népek már nem tudják megkülönböztetni a jó indulata és az igazi nacionalista nemzeti mozgalmakat a szándékosan beszivárogtatott náciktól. Számukra mindegyik ugyanazt jelenti. Ezen a módon sikeresen demonizálták a világon az összes, ténylegesen őszintén nemzeti érdekeket képviselő mozgalmat. Miért teszik ezt? Hogy ezzel végleg kitöröljék a nemzettudat utáni maradék vágyat is. A világközösségben minden adandó alkalommal belesújkolják, hogy minden nemzeti irányultságú ország veszélyes náci úton jár, meg hogy a nacionalizmus és a terrorizmus nagyjából ugyanaz. Miért tesz az új ukrán kormány a náci hőbéreseivel együtt ilyet? Mert egyikük sem az ukrán, hanem csak az Amerika által irányított amerikai érdekeket képviselik. Sürgősen meg kell értenünk, hogy Amerika már korábban elfoglalta és megszállta Ukrajnát a kormány puccs által. Ezáltal egész Ukrajna egyértelműen megszállt terület. Az amerikai háborús uszítóknak az országon belül útba van még maga az ukrán nép is, méghozzá mind a nemzeti érzelmű, vagyis ukrán barát nép, mind az orosz érzelmű, azaz orosz barát nép. Ezért az új terrorkormánynak a náci hőbéreseivel együtt az a feladata, hogy mind az ukrán barát, mind az orosz barát erőket lejárassa. Ezért kenik rá mindegyikre a saját maguk által végrehajtott terrorista támadásokat. Az orosz barát erőket azzal vádolják meg, hogy veszélyes nacionalista szeparatisták, röviden nácik. Őszinte és demokratikus beállítottságú orosz barát erőket egyértelműen és kizárólag veszélyes orosz barát szeparatistaként bélyegeznek meg. Ezáltal a rágalmozó magatartás által erősítik mind az ukrán nép befelé, mind az összes európai állam kifelé irányuló háborúba lépési szándékát. A mindezek mögött megalapuló nagy terv azonban a következő. A saját és külföldi pénzek által irányított amerikai háborús uszítók abszolút világuralomra törekednek. Ezek az urak már az első két világháborúnak köszönhetően elérték az Európa fölötti uralmat. És éppen most fosztották ki a szemeink előtt emberbarátnak nevezett és demokratikusnak álcázott támadóháborúkban az afrikai kontinenst és annak ásványkincseit. Egy következő lépésben azonban a jelenlegi legnagyobb és legerősebb riválisokat is térdre akarják kényszeríteni, Oroszországot, aztán Kínát is, és ne felejtsük ki Iránt se. És itt válik a dolog mindannyiunk számára igazán veszélyessé. Ukrajna elfoglalása által az amerikai háborús uszítók bizonyos értelemben behatoltak Oroszország udvarába. A törvényes, demokratikus népszavazás, amely döntött arról, hogy Ukrajna visszaadja a Krím-félszigetet Oroszországnak, az amerikai háborús uszítók számítását alaposan áthúzta. Mert az amerikai fegyvercsörtetők sohasem tudják egyedül legyőzni Oroszországot. Ebből az okból kifolyólag bélyegzi meg az Amerika hű tömegmédia az egész krími népszavazást nemzetközi jogba ütközőnek. És mindezt annak ellenére, hogy minden gyerek tudja, hogy egy 100%-ig legális és korrekt népszavazásról volt szó. De ahogy már mondtuk, Amerika egyedül sohasem tudja megnyerni az Oroszország elleni háborút. És pont ez az esélye az európai országainknak. Az amerikai háborús uszítók Oroszország fölött csak és kizárólag a NATO és európai hadseregek segítségével tudják érvényesíteni a fölényüket. Ezért folyamatosan új háborús indokokra van szükség az európai országok motiválására. És céljuk eléréséhez úgy tűnik, hogy a világ eme önjelölt urainak semmi se túl drága. Tehát amíg hallgatunk az Amerika által irányított tömegmédiára, addig napról napra drasztikusabban fog előrehaladni a háborús uszító propaganda. Amíg a terroristáknak engedelmeskedő fősodratú médiát bámuljuk, addig az orosz barát szeparatistákra mutogatva továbbra is felrobbantatnak kórházakat, iskolákat, repülőgépeket és magánépületeket, stb. És kazettás meg egyéb bombákat dobálhatnak a lakosságra. Azért tehetik meg ezt akadálytalanul, mert az általuk irányított tömegmédia elkendőzi a terrorista támadásaikat azáltal, hogy minden, még oly meggyőző ellenvéleményt is kategorikusan elhallgat. Summázva, az Amerika által irányított terroristák addig hazudhatnak Oroszországról, ameddig csak akarnak.
kényük, kedvük szerint bevethetik a saját, valamint a háborús uszítóktól kapott katonai felszerelésüket, és utána mindent rákenhetnek az oroszokra, vagy az úgynevezett orosz szeparatistákra. Emögött egyetlen cél van. Oroszországot rákényszeríteni a beavatkozásra, vagyis a háborúra. Azért, hogy Európa minden média által elvakított és becsapott népét Oroszország ellen lehessen küldeni. És ha ez sikerül neki, akkor a világ feletti uralomra törekvők elérték a céljukat. Akkor mi, európaiak, újra életünk és vérünk árán fogjuk az ő háborúikat megvívni, és népeinket az utolsó csepp vérig kifacsarni és tönkretenni. Amikor egész Európa saját vérébe vonaglik, és Oroszország is vérébe hever, amikor már Kína, meg a többi ország is bele lett rángadva ebbe a háborúba, elveszítvén utolsó anyáit, apáit, fiait és lányait, akkor már csak egyben reménykedhetünk. Mégpedig abban, nehogy ezek a hatalom tébolyultak, a mindezen szenvedésért felelős háborús bűnösök a végén még mint valami mesiások lépjenek a színre, ünnepeltessék majd magukat, mint megmentőket, hogy az utókort a hazug történelemírásukkal butítsák el. Minden bizonnyal megpróbálják majd az egészet úgy beállítani, hogy a végén úgy állhassanak majd ott, mint a féle megmentők. Állj! Ezúttal leplezzük le, kik ők ténylegesen és valójában. Kegyetlen népirtók, rombolók, törvénytelen önkényes világuralomra vágyók, hamis mesiások és az egész tömegtájékoztatás az ő hamis profétájuk. Európa népei, álljatok fel! Tagadjatok meg minden együttműködést ezekkel a háborús uszítókkal. Ne engedjétek be őket az országaitokba. Védjétek a légtereiteket, és ne engedjétek őket azon átrepülni. Sokkal jobb lenne a háborús uszítók helyett Oroszországgal konstruktívan együttműködni. Soha ne felejtsük el, hogy ezek a háborús uszítók, akik egész Európát háborúba akarják taszítani, egy és ugyanazok, akik nemrég a szemünk láttára, kamerák előtt, kiagyalt hazugságokra építve egész népeket, mint például Irakot porig bombáztak. Emlékezzetek csak az inkubátor hazugságra. Mindazonáltal ezek a szétbombázott országok sokkal jobbak voltak, mint ők maguk. Vessetek véget a nemzetközi jogot lábbal tipró, az emberiesség és demokrácia állarcában tomboló terrorizmusnak. Hogy a kígyók és korpiók hazánkba behatoljanak. Nem védekeztünk a farkasok és sakárok ellen. Minden hazugságot, akár kicsit, akár nagyot, lazán elfogadtunk, ha ez a kávét meg a sütit, ünnepecskéinket, tonolászásainkat és táncikálásunkat nem zavarta. Amíg azt hittük, mindenünk megvan, addig alattomban mindent elvettek tőlünk. Hogy ez így van, a közeljövőben keservesen megtapasztalhatjuk. Hogyha tehát a népeink eltűnnek a süllyesztőben, tartsátok szemetek előtt, hogy ez csak azért történt, mert mindannyian felültünk egy világot átfogó média szektának, egy sátánian ravasz háborús uszító szektának, mert hagytunk magunkon eluralkodni képmutató urakat, akik mint báránybőrbe bújt farkasok benyomultak hozzánk és a népeink közé begyűltek. Enyhén szólva, szekta áldozatokká váltunk. Minden idők legnagyobb halálszektájának áldozataivá.